Köszöntöm nézőinket! A finnugor nyelvészettel foglalkozó szakemberek számára Várpalota neve egyáltalán nem ismeretlen, hiszen itt született Bán Aladár, aki a két világháború közötti időszak egyik legnevesebb nyelvésze volt. A 90-es évek elején az inotai református gyülekezet lelkésze, Csajági Dezső is ápolta a nyelvrokonságot. Kukaszi neolet. Minaulen pastori, Dezső Csajági. Puhotkoszi neunkaria. Jó, tietőszi magyarul is tudok beszélni. Igen, hát akkor fordítsuk át magyarra, vagyis hát én azt kérdeztem öntől finnül, hogy hívják, és mondta, hogy Csajági Dezső. És tegyük gyorsan hozzá, hogy Csajági Dezső az inotai református gyülekezet lelkésze. Lelkész úr, én úgy gondolom, hogy egy református lelkész biztosan a német nyelv iránt érdeklődik, hiszen a protestantizmus német földre ered. Honnan a finn nyelvvel való kapcsolat? Igen, hát nagyon érdekes a kérdés. Tulajdonképpen én Hollandra jelentkeztem a teológián, azonban akkor már 1938 őszét írtak, és a bekövetkezett események miatt a professzor azt mondta, hogy fölösleges ez a tanulás, mert úgysem tudunk kimenni. És akkor mód nyílott arra, hogy egy evangélikus lelkész név szerint Györfi Béla, tétfelpéci evangélikus lelkész, finn órákat adott elő és pápán, és ő írt egy nyelvkönyvet is, amit az egyetemen is használtak mindaddig, míg Pap István könyve meg nem jelent. Ez 50 leckéből állott. Sajnos egy pár hónap múlva az evangélikus lelkész hirtelen meghalt. Utána egy pauza következett a finn tanulásba, és egy év múlva Zongor Endre, szintén evangélikus lelkész, ő is írt egy könyvet, nyelvkönyvet, gyakorló nyelvkönyvet, és ő tanított bennünket, érdeklődőket finn nyelvre, de ő is hamar elment, eltávozott pápáról, és Finnországban nyelvtanfolyamokat tartott, és szintén írt egy gyakorlati nyelvkönyvet a magyarok számára, és mikor hazajött, akkor a finn követségen volt alkalmazásban. De a barátságot megtartottuk ő vele, és talán úgy vette észre, hogy többen nem a szorgalom, mint másba, gondolom az lehetett, és ő ajánlott engemet Finnországba, és így kerültem én ki 1943. március 7-én egy téli napon, itt már ragyogó tavasz volt, mikor elmentem, de ott még javában tél volt, így kerültem ki Finnországba. Mennyi ideig élt kint? Egy évig és egy hónapig. Tehát 1944. július 1-én indultam vissza. Hát egy magyar lelkész kikerül Finnországba, nyilvánvalóan magyar tanítani. Igen, valóban így volt. Másnap elvittek a Majszteri Kulai Sándor sajtóattasé, elvitt különböző szerkesztőségekbe, svéd újsághoz, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Huszi Suomi, és arckép és életrajz jelent meg hát egy interjú is röviden, hogy mit akarok, és azután elkezdtem megszervezni a magyar tanfolyamokat Helsinki különböző általános, már ott volt akkor általános iskola, és gimnáziumokban, líceumokban. Hány diákot tanított kint Finnországban? Növendékeinknek a száma 450 jelentkezett, és körülbelül 150 végig kitartott. Ez a kétharmados lemorzsolódás, ezt természetesnek lehet tartani. Ugorjunk egy nagyon nagyot, és a finnországi magyar tanítás után nézzük a várpalotai, itt a Jószerencsét Műveledési Központbeli finn oktatást. Ez hogy kezdődött? Kérem szépen, tulajdonképpen tavaly elkezdtük már, megalakítottunk egy ilyen finn-magyar baráti kört, azonban valami módon könyveink nem voltak, így elhúzódott, és az idén kezdtünk bele. Tavaly nagyobb volt az érdeklődés, mint most, de úgy látom, akik most jelentkeztek, azok komolyan rá fognak hajtani, legalábbis az a belső érzésem. Lelkész úr, hogyha valaki angolul vagy németül tanul, ezek világnyelvek, Európán túl is könnyen megélvedik az ember, sok helyen megértik. Franciát is sokan tanulnak, mondjuk úgy az inyencek, akik mondják, hogy a francia diplomácia nyelve.
Hogyan tudná ön meg elmondani röviden, hogy miért jöjjenek ide a diákok? Fint miért tanuljanak az emberek? Azon túl, hogy nyelvrokonság, az urányi nyelvcsaládba tartozunk, a finnugor nyelv közé tartozik a magyar is, meg a finn is. Hasonlóság is található bennük. Igen. Ez nagyon érdekes kérdés, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy minden nemzetben van kulturális érték, és azokat meglátni, megbecsülni, tulajdonképpen annyi, mint önmagunkat is megbecsülni. Ezáltal gazdagodik az embernek a kifejező készsége, a lelki világa, hogy és jobban beletekinthet egy népnek a lelkületébe, hogyha ismeri a nyelvét. Az a nyelv egy kulcs a lélekhez. Mindaddig, amíg ezt ki nem nyitjuk, addig tulajdonképpen zárva van az a nemzet, és annak a gondolkozása előttünk. Tehát egyrészt ezért. De én nagyobb fantáziát is láttam már akkor ebben a dologban. Tudnélik, két dolog az, ami nagyon húzó a finn és a magyar nyelv tanulásába és kapcsolat kiépítésébe. Az egyik az, hogy rokon nyelv, ez az, ami összeköt bennünket. A másik pedig, hogy az egyik északon van, a másik pedig a délen. Óriási különbségek vannak. Lelkész úr, húzzuk el a mézes madzagot azok előtt, akik gondolkodnak, hogy talán eljönnének finn tanulni, de még nem biztos. Elképzelhető, hogy akik itt Várpalotán a finn nyelvvel ismerkednek, valamilyen kapcsolat folytán eljussanak Finnországba? Én ezt nagyon hiszem, hogy el fognak jutni, hiszen én is eljutottam 50 évvel ezelőtt, amikor háború volt, tehát még akkor is sikerült, most pedig, amikor béke van, akkor hogy ne sikerülne. Lelkész úr, álmodik Finnországgal? Hát igen, időnként álmodok, időnként finnül beszélek, és azt szokták mondani, hogy akkor tud már valaki finnül, vagy remélhető, amikor már álmában azon az idegen nyelven beszél. Hát örülök, hogy 50 évvel ezelőtt is már álmomban beszéltem finnül, és hogy ez az álom beteljesedett, ahogy a költő mondja, anyám, az álmok nem hazudnak. A következő interjúban a 28 évvel ezelőtti cseregő gyermektánccsoportban zajló munkáról esik szó, illetve arról is beszélnek a fiatalok, hogy számukra miért fontos a hagyományok őrzése. Honnét ered a csoport elnevezése? A cseregő egy dunántúli hangszer, ami tulajdonképpen a kereplő. A nevet úgy választottuk, hogy a csoporttal közösen néztük ki ezt a jól hangzó, jól csengő nevet. Nehéz volt gyerekeket toborozni, hiszen a várpalotai gyerekek itt nőttek fel a városban, a népi kultúrától elszakítva. A toborzás nem különösebben nehéz, inkább a gyerekek megtartása, ami nehezebb, hiszen ez egy elég nehéz műfaj, nagyon sok rétű, nagyon sok tájegységnek a táncaiból áll, illetve hát azt tanulják a gyerekek. Ez egy kitartó folyamat, ami nem egy hónapra szól, hanem több évre. Hát azért, mert negyedikes korunkban az Erzsi néni, a napközis tanárunk lehúzott ide, és azóta folytatjuk. Nagyon szeretjük azóta a táncot, egy külön kikapcsolódást. Szeretjük a társaságot. Hát szeretjük ezt a néptáncot, mert a zenét is szeretjük, amikor néptáncoznak a tévében, és meg szoktuk nézni, mert érdekel minket. A többiek mit szólnak, akik tudják, hogy ide jártok néptáncolni? Hát azt hiszik, hogy hülyeség vagy, szóval hogy nem nekünk való vagy. Hát az egyik barátnőm azt tudna jönni, csak azt mondta, hogy ő nem szeretne járni, mert hülyeségnek tartja. Ti már 5 év óta néptáncoltok. Hát leginkább kinevetnek minket, mert szerintük hülyeség. Na de ti mégis itt vagytok már 5 éve. Miért? Hát én szeretek táncolni, meg ezt az egész társaságot összeszoktunk, és szeretjük a társaságot együtt lenni, meg jókat hülyéskedünk. Ez egy igazi közösség? Igen. Ki készíti a koreográfiákat, és mennyiben használjátok fel az ősi népi kultúra tánc hagyományát? A koreográfiákat magunk készítjük. Mit jelent ez, hogy magunk? Nagyon szerény.
én készítem, és Lengyel Csaba, aki a nagycsoportnak a vezetője, ő készíti a koreográfiákat. Ez egy nagyon nehéz folyamat, és többnyire sokat kell változtatni rajta, amíg egy szám elkészül. Mert azért a kultúra azért mégiscsak az ősi, és itt, illetve a régit fejlesztjük tovább. És azért, ha ezt elhagyjuk, vagy elmarad, akkor azért utódaink, vagy következő nemzedék már azért mégsem ennyit örökölt tőlünk. Szóval itt érdemes, akárhogy is, de érdemes. Hát szerintem ez a színház bejárás, meg ez a néptánc szerintem vélemény szerint egy alap műveltség, vagy műveltséget ad. Megtanuljuk azt például, mind a többi, amit a többiek nem tudnak. Tehát bizonyos értelemben kiválunk a többiek től, mert mi tudunk azt, amit ők nem tudnak. És hiába mondják azt, hogy nem jó, hülyeség. Terveim közt elsősorban az szerepel, hogy minél több gyerek tanulja meg ezt az anyanyelvet, ezt az ősi kultúrát, és így találja meg a gyökereit is egy kicsit. A következő összeállításban a Városi Televízió annak járt utána, hogy hogyan alakultak 1990-ben a mindennapi vásárlási szokások Várpalotán. Az áremelések következtében hogyan változott az üzlet forgalma? A 103-as fűtői csemegéből Molnár Lajosné volt vezető, beszélek. A bázis év hasonló időszakában, tehát 1979. januárjához képest az ezéves forgalmunk forintálisan is százalékban 131,2-del nőtt. Tehát végsősorban az áremelkedés hatása itt érződik annyiban, hogy az árut azért viszik, annak ellenére, hogy ilyen drága. Egyértelműen a kereslet eltolódott. Tehát egy arány eltolódás van az olcsóbb áruk felé. Sok reszkét kellett vállalni, különösen a január első, második hetében az áremelkedésekkor, akkor bizony romlás is volt, mind megszokta az új árat, és elhasználta a betermelt tartalékot a kedves vevő, de most már úgy körülbelül szinten vagyunk, csak a minőségben van arányeltolódás. Tehát most, amíg a bázisba a 1,5%-os tej nem fogyott, addig most már fogy. Például trapista sajt, az visszaesett lényegesen, mert elég szépen felment az ára. Van belőle választék, most a hóvirág sajtot, és az egyéb hentes árunál a vizes árut, például a tepertőt vennék, tepertő viszont a vágás következtében nincs. Most ahogy látja, szalonna féleségekből és drága, tehát tartós hentes árukból, téli szalámiból, paprikás csemegéből van bőven, mert most már adja az ipar is az árut bőségesen. Szóval végsősoron forgalom volumenében nálunk egy nagyon szép dinamika van, tehát szép emelkedés, de ebben igen nagy szerepet játszik az áremelkedés. És az édesipari termékek ára is felment.
Az édesipari termékek áránál bizony a szülők nagyon megérzik ezt, mert hát borzasztó egy tábla csokoládénál ez a mostani áremelkedés, amit éppen most hajtunk végre. Az áremelkedések után milyen a forgalom az üzletben? Forintban körülbelül 125% a tavalyi januári. Esetleg tessék nekem megmondani, hogy milyen üzletben vagyunk? Az 5 emeletes csemegében, 135-ös csemege volt, és a tavaly napra pontosan a januárihoz 125%-kal magasabb forintban, de ez mennyiségben gondolom egy 5-10%-kal kevesebb, mint a tavaly januári, mert ennyit biztosan változottak az árak, hogy kevesebb vevőjön és kevesebb árut visznek. A kenyér péksütemény ára az körülbelül szinten van, az nem, az olcsóbb kenyér jobban fogy, a házi kenyér az kevésbé, mint eddig, tehát átolódott az olcsóbb áruk felé. A hentes áruk már úgy szintén, a mennyiség talán elfogy, de úgyhogy párizsiból, krinolinból és az olcsó árukból inkább a téli szalámi az nem fogy úgy. Most mennyi a téli szalámi kilója? 420 és 460 forintos is van a herc szalámi. És a tejtermékekből a tej, az szintén az olcsóbb tej és az olcsó tej fölfogy nagyobb mennyiségben, mint tavaly. A féltartós tej és a sajtféleség pedig szinte teljesen megállt. A gyerekek, amit szeretnek, ezek a danonhabok, azok abszolút nem fogynak, rengeteg ránk romlott, pedig sokkal kevesebbet kértünk, mint szoktunk, de még így is nagyon nagy a... Ami nem fogy el, azt hova tetszenek tenni? Azt kidobjuk sajnos. Most van már tapasztalat arra, hogy mennyit kellene rendelni ahhoz, hogy ne legyen eldobva? Hát most már igen, most már alakult. De hát gondolom, mi például hentes árunál is, konzerválunál is arra gondolunk, hogy a felvásárlás is számított, vagyis az is csökkentett a jelenlegi keresztmetszet. Az áremelések előtt, ami felvásárlás volt. És hát valahogy majd ennél több fog fogyni, mint amennyi most fogy pillanatnyilag, de hát a régi mennyiség biztos, hogy nem, mert az nincs rá pénz. Jó napot kívánok! Jó napot. Elnézést kérek, látom, hogy itt az édességek között tetszenek keresgélni. Igen, ennek a pici leánynak akarok valamit venni, mert hát eljött velem az üzletbe. Gondolom a nagymama és az unoka, ugye? Igen. Tetszik rá vigyázni így délelőttönként? Nem mindig, csak most kivételesen, ezen a héten, mert ugye a másik nagymama meghalt, és az anyuka apuka elutazott, most én vigyázok, illetve mi vigyázunk a nagypapával. És nagy igényeid vannak az édesség terén? Mit akarsz vásároltatni a nagymamával? Mit akarsz vásárolni? Mutasd. Na? Mert úgy látom, hogy nagyon felment ezeknek az áruk, ugye? Hogy mennyire felment az ára. 35 forintról 46 forintra. Az ember már be sem mer jönni az üzletbe. És a kosárba ilyenkor mi kerül? Hát élelmiszerekből gondolom. Kenyeret veszek, tejet, mert ugye azért már be volt a nagyvásárlás, most lejöttem kenyeré, tejé, a gyerek... És kevesebbet tetszik venni? Lényegesen kevesebb. Hát például tejet egész, hát... És nap mint nap megtetszik venni a tejet és a kenyeret, vagy pedig két napra? Két nap, mert veszek egy Erzsébet kenyeret, az két napra elég. És akkor veszek egy tartós tejet, ezt a féltartósat, hát 23-20 forint, azt is elosszuk két napra. Igen. Hát hús meg hétvégén veszek, no, hát akkor annyit veszek, hogy beosztom és egész hétre van. És mi az, amiről le kell mondani, amit végképp nem lehet megvenni? Hát, sok mindenről le kell mondani. Csak kimondottan azt veszük meg, ami nagyon szükséges. Hát enni muszáj. És hétközben mit tetszik főzni? Húsfélét azért hétközben is? Hát, igen. Mert mondjuk megveszem hétvégén, eddig legalábbis megvettem, még nem volt ilyen nagyon drága azt a húst, és akkor elosztottam, elsortíroztam, és betettem a mélyhűtőbe, és akkor... És a sajtféleségeket tetszenek szeret? Sajt, hát mi mindig sajtot vacsoráztunk, de hát az már egy őrület. Éppen beszéltünk a férjemmel, hogy át kell szervezni a vacsoránkat. Hát itt nálunk a Skála élelmiszerosztályán tulajdonképpen azt hiszem ugyanúgy alakult, mint a többi élelmiszerboltban, akár az egész országban is mondhatnám ezt, hogy egyes élelmiszerekből a fogyasztás leállt, vagy nagymértékben csökkent, még esetleg az olcsóbb árfekvésű áruk fele pedig eltolódott a vásárlóknak az igénye. Itt emelném ki most a januári árváltozás során a hús és hentes áru árváltozást, ami lényegesen csökkentette a hús eladásunkat. Úgy látszik, hogy a mélyhűtőkben eléggé az emberek tartalékoltak, felvásároltak, és a januári eladásunk nagyon minimális.
talán azt is mondhatnám, hogy a megszokott átlag mennyiségnek fele, vagy még attól kevesebb is volt a megrendelt mennyisége a húsnak. És a többi az kidobásra került, vagy pedig ezt már előre tudták, hogy mennyit kell rendelni? Amikor tudtuk, módosítottuk, mert tulajdonképpen ugye egy-két nappal előtte már látja az ember, hogy hogyan alakul, és akkor módosítottuk, lemondtuk a húsrendelésből azt a bizonyos részt, amennyi hát feleslegessé vált. Na most a hússal kapcsolatban viszont foglalkozom egy olyan gondolattal, hogy egyes részek, ami nagyon magas áru lett, most például a sertés comb és a sertés rövidkaraj, annak az árát csökkenteném egy valami bizonyos másik fajta árunak a terhére, például a szabadáras szesznek a terhére. A tejtermékből viszont a sajtot emelném ki, ami lényegesen kevesebb fogy január hónapban, de hát ilyen magas árak mellett, mint a trapista sajt, füstölt sajt, egyéb, de a dobozos sajtot is kiemelném. A legkisebb kocka sajtnak is 5 forint 60 fillér darabja például. Jó napot kívánok, elnézést, hogy megzavarom itt vásárlás közben. Mit tetszik vásárolni? 6 kiló zsírszalonnát. Meg tetszik otthon sütni? Igen, nem veszek kézzsírt, nem szeretem. És hol tetszik élni? Egyedül tetszik élni? Nem, a fiammal. És a fia egyedül van? Egyedül van, 30 éves már. És van a nének nyugdíja? Van, a férjem után van. És abból hogy tetszik tudni megélni? Hát abból a 4100 forintból nem nagyon. És a fia segíti? Hát ő sem nagyon, mert műhelyben dolgozik, nem olyan sokat keres. 6000 forint maximum. És mit otthon tetszik főzni? Otthon. És mit tetszik főzni napnak? Hát tetszik tudni. Mikor? Krumplis tésztát, káposztás tésztát, meg hát ilyesmi. A zene és a képzőművészet kapcsolatát vizsgálja a következő interjú, melyben Csontos Katalin grafikus művésztanár beszél hivatásáról. Kati, te Szegeden voltál középiskolás, és oda jártál főiskolára is. Mit jelent neked ez a város? Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert lehet, hogy szégyelnem kellene bevallani, hogy 8 évig ott éltem, és mégis meglehetősen kimaradt nekem Szeged, vagy legalábbis kimaradt az, ami egy diáknak Szegeden át kellett volna élni. Én Kiskumajsáról, azt hiszem, ezt nem lehet kihagyni, el kell mondani, hogy Kiskumajsáról kerültem Szegedre. Parasztok voltak a szüleim, és roppant örültem, hogy Szegedre kerültem, de úgy éreztem, hogy minden áron meg kell mutatni, hogy én Szegeden is ugyanolyan jól tudok tanulni, mint Kiskumajsán az általános iskolában. És valahogy nem tudtam kibújni a bőrömből. Tehát én gimnazista koromban is azzal töltöttem a délutánjaimat, hogy tanultam, és tanultam. Tehát, ha jól megnézed azokat a rajzaimat, amelyek végül is egy zárt formában fejeződnek be, azokon belül is benne vannak azok a kis játékos figurák, ugrabugrálások, amik ezekben a nagy, újabban készült nyomatokban. És én azt hiszem, hogy belül bennem van ez, hiszen nagyon szeretek például táncolni, mert szeretett ilyen lenni. De már nem az vagyok, aki középiskolás koromban, azóta nagyon sok emberrel találkoztam, és nagyon sokat hatottak rám például azok az emberek, akik alkotó telepeken társaim voltak, vagy éppen a művészek már azért végül is ott a középiskolában is a művésztanáraim. Ha nem is annyira hatottak, hogy egyből olyan lettem, de később ért során, mint tanár, azt hiszem nem vagyok tipikus pedagógus, de tudok olyan is lenni. Milyen technikával készültek azok a színes képek? Ezeknek a színes képeknek nem mondhatnám, mert azt hiszem könnyedén és egy szóval, hogy mi a technikájuk. Csontos Katalin féle találmány? Hát valami olyasmi. Nem teljesen eredeti, mert végül is azt, hogy az újságban talált a színes papírokat le lehet nyomtatni, azt nem én találtam ki. Ezt a fajtáját én valahogy úgy nevezem, hogy kollázs monotípia. Újságból tépett ki színes papírokat,
és ezeket komponálgatom, illetve már ha egyet kitépek, akkor már majdnem egyből jön a többi utána. Fölragasztom egy lapra, és utána egy másik lapot átítatok hígítóval. A kettőt egymásra téve egy présgépen áthúzva kész a nyomat. De szorongó ember vagy? Változó, azt hiszem. Vannak helyzetek, amikor szorongok, van egy-két dolog, amitől félek, de időnként magam is meglepődök, hogy ahhoz képest, hogy tényleg milyen rátlásos voltam középiskolás koromban, ahhoz képest időnként teljesen felszabadult tudok lenni, és azt hiszem azok a nyomatok, amik neked tetszenek, azok azt tanúsítják, hogy el tudom magam engedni időnként. Nekem a másik nyomatok is nagyon tetszettek, csak egy más világot képviseltek, vagy mutattak meg. Igen, valahogy az meg azért van, hogyha már itt tartunk, hiszem azt is jó, ha elmondom, hogy azért rajzolok olyanokat, mert úgy érzem, hogy tudok rajzolni, mert elég jól megtanultam. Vagy az is lehet, hogy mostanában már inkább elfelejtek jól rajzolni, de elég jól tudtam és szerettem, és ezt meg akartam mutatni, például a diós rajzomon. Hát mindenképpen meg akartam mutatni, hogy én meg tudok csinálni úgy egy diót, hogy mindenki azt mondja rá, hogy jé, ez mennyire dió. És a legegyszerűbb technikával akartam, mert úgy éreztem, hogy sem pénzem, sem időm arra, hogy utána járjak drágább eszközöknek. És ezért rajzolok aztán egy csőtollal, amivel fekete nyomot hagyok egy nagyon fehér papíron, és nagyon tetszik, hogy az a papír nagyon fehér, és a csotól pedig nagyon fekete nyomot hagy. És amikor megszületett a lányom, rengeteget énekeltem neki, mert ez ketten voltunk, és nagyon jó időtöltés volt számunkra, és azóta már kiderült, hogy talán nem is annyira rosszul énekeltem. Na és a zenét is végül is közben megszerettem, mert voltak aztán később 20 éves koromban olyan ismerőseim, akik szerették a zenét, lemezekkel voltak körülvéve, és megismertem azokat a zenéket, amik a legfontosabbak. De azért azt mondhatom, hogy bár időnként eljutok hangversenyre, és nem figyelek oda annyira a zenére, mint jó, persze természetesen a képzőművészetre, és a számomra ismeretlen zenét is úgy tudom élvezni, szeretni, hogy néha magam is meglepődök, hogy én, Csontos Katalin, ennyire szeretem, és valami olyasmit tudok a zenében csodálni, amit nem tudok már a képzőművészetben, azt, hogy számomra a zene nagyon tiszta tud lenni.